évben egy kicsit későre csúszott a jelmezes felvonulás, köszönhető ez az orr időjárásnak, de így legalább több idejük volt a gyerekeknek jelmezt kigondolni és műsorral készülni a mai alkalomra. Éltek is a tanulók ezzel a lehetőséggel, hiszen iskolák 278 tanulójából 90-en döntöttek úgy, hogy egyéni jelmezbe bújnak, és 137-en osztálytársukkal együtt öltöztek be, és ők is műsorral, produkcióval is készültek. És akkor lássuk most az egyéni jelmezeseket. Megkérem az első A-osztályosokat, hogy fáradjanak föl a színpadra. Név szerint fogom szólítani majd a gyerekeket, szépen lassan gyertek a színpad előterébe, kicsit forogjatok, mutassátok meg magatokat a nézőknek. Kapitány.
Köszönjük szépen az első B-osztályosoknak! Királynőként látható. Gessler Dorka cica lett a mai délutánra. Hauk Viktória hastáncos. Ignác Laura ördögjelmezbe bújj. Ijesztő ez a zombi, pedig csak Kalló Olivér látható a színpadon. Lipinka Senge pillangónak öltözött. Őt Minorics Réka követi ősemberként. Rónai Már varázsló. Sebestyén Flóra angyal jelmezbe bújt. Van egy újabb varázsló, Strett Péter személyében. Szűz Zsolt Zorro jelmezébe bújt. Köszönjük szépen a második A-osztályosoknak. Idén is van török vendégünk, Darvas József, török vasa. Őt érsek Dominik követi focistának öltözött. Fetter Kinga és Tobler Vivien Jussi elmezbe bújt. Jakab Melinda hamupipőke lett a mai délutánon. Martin Zsófia tündérnek öltözött. Borsos Lívia boszorkányként látható a színpadon. Somodi János pókerbel jelmezbe bújt. Takács Emese varázslónak öltözött. A jókedvről két bohóc fog gondoskodni, Tanner Kristóf és Vanyicska Zsigmond. Terenyei Henrietta spanyol táncos jelmezébe bújt. Várkonyi Szabolcs csontvázi jelmez töltött magára. És a sor Szántó Alexandra zárja angyalkaként. Köszönjük szépen a második B-osztályosoknak!
gyerekek és ötletesek ezek a jelmezek, hogy arra kérjük a beöltözött gyerekeket, a felvonulás után ne szaladjanak mindjárt átöltözni, hogyha nem túl meleg, kényelmetlen a jelmez, akkor táncoljanak egy kicsit ebben, beöltözve. A színpadon a harmadik évfolyamosokat láthatjuk. Közülünk először Gruber Lirát szeretném bemutatni, Jussi jelmezbe bújt. Tanner Norman, római légiósként látható. A harmadik állosztályosok közül Lackó Krisztián autószerelőnek öltözött. Fábián Ákos, Skywalker és Debbie. Szentes Gábor, baseball játékosként látható a színpadon. Kalányos Erika, állami domár. Érsek Petra, de nem érnek öltözött. És itt van egy igazi középkori páncélos lovag, a páncél Mokos Kristófot rejti. Vörös Mercedes bohócnak öltözött be. Svarda Vivien boszorkány lett. Borsos Krisztina felszolgáló lányként látható. Nagy Dániel török vasa jelmezt öltött. Köszönjük szépen a harmadik évfolyamosoknak!
fotókkal is készültek, közülünk elsőként a szalatnapi vadrózsákat láthatjuk.
Füves hagyjákat, vagyis a harmadik B-osztályt láthatók. Cirkuszi produkciók következnek, előadják a negyedik A-osztályosok. Nézzük, mit rejt a kalapja.
osztály sárga és piros csapata, egy rangú idős, rangbajnoks, rangos bajnokságot fogunk látni. Már is kezdődik a mérnök, már a bajnokság. Piros csapat, sárga csapat egymással szemben. A piros csapat az ellenőség kapuja felé indítja a labdát. Jaj, mi történt a piros csapat játékosa földön, csak nem sérült meg. Az első segélyjutók már viszik is a pályáról. A másik folytatódik. Újabb indítás. Mi ez a nagy tülekedés? Hölgyeim és uraim, nem látjuk, mi történik itt. Ó, már ketten ütköztek, megsérült megint mind a kettő. Vajon mi történt? Segítség a pályán. Most aztán egy csapat árnyelésre. A bíró nehéz helyzetben van. Újabb kezdés, játék indul, játék folytatott, és gáncsolás. A bíróság alapot oszt. Ennek mi lesz a vége? És újabb kezdés. A labda már is kigurul a pályáról, és be. Ó, összecsapás! Újabb sérülés. Mindkét játékos a földön, ilyen nincs. A mérkőzés épp, hogy elkezdődött, már is vége, ilyen nincs. És a sérült csapatunkat láthatják, hogy önöknek bemutatkozzanak. Tapsoljuk meg őket a színpadon, az 5. B-osztály! Köszönöm szépen! Mindet aranyra váltják. Nikoló, 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 Nikoló,
Thank you.
Kovácsnak átadunk, 8. osztályosok személyében. A már lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a földből. Egy angyal zúg le a gangról, mert az ú a pálat rostás kardjába föl. Nem tudom a nevet, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dug le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj,
hivatal. Tudom, szeretet nélkül minden házüres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és nyüszi csak a kalapban. Az emberben minden napok, és csak azt éved el, aki él. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeidet. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Hajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Hajjajjaj, hajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres,